Hello, hello, jó reggelt! Itt vagyunk, elvileg, reméljük, hogy új baráti DH pályán, a másikon, nem ott, ahol múltkor. Itt vagy jó sokáig ez az ösvény. Szóval rossz ösvényre tévedtünk, de próba szerencse alapon azért megnéztük, hát ez az. Na szóval, az bizonyos, hogy előbb 100%-ig nem jól elmentük, szóval most megpróbáljuk ezt az ösvényt és így föl balra. Megtaláltuk. Jó irányba jöttünk először is, mint kiderült, mert hogy arról jöttünk, és erre mentünk tovább, csak nem kellett volna tovább benni, hanem simán elkanyarodni jobbra. Na szóval egy kedves ismerős, hogy küldött nekünk koordinátákat, és kicsit rossz helyen vagyunk. Úgy ítélem meg, ezt beszoptuk. Na mindegy, majd talán megnézzük, de előbb itt elszórakozunk egy kicsit. Ezek után elindultunk a térképen megjelölt pálya felé. Először fölfele indultunk, de aztán rájöttünk, hogy másik irányba van, szóval mentünk is le a homokos úton. Ugye nem gyorsan, de megtaláltuk azt a DH-t, amire eredetileg jöttünk, és ez azért már egy fokkal komolyabban néz ki, mint az előző. Ez sem olyan vészesen nehéz, viszont azért van egy-két meredekebb vagy ökeres rész. Szóval most ezen fogunk lejönni, mert az ugrálósat meg se találtuk. Na szóval Petit megtanítjuk skandinávul, hogy ő is tudjon ilyeneket. Ennél a fánál szeretnék úgy kijönni, hogy a végén balra megyünk. El kell csúsztatni a hátsó kereket balra, és utána egy kis erőszakkal, ami mindent megold, át jobbra. És ennyiből áll a technika. Fasza! Ja. Ez szép volt. Jó, megvan. Na de nézzük a pályát.
És ez a videó ennyi lett volna, találkozunk legközelebb, legyen az akár a következő videóban, vagy a Downhill országos bajnokságon. Mivel hogy ott leszek idén is, ha te is ott vagy, nyugodtan köszönj rám, biztos elbeszélgetünk valamiről. Köszönöm, hogy itt voltatok, sziasztok!